Sziasztok, szép estét kívánok nektek! Hát beugrunk pizsamásdekhez ma este egy kicsit segíteni, mert megkért, hogy jöjjünk egy kicsit. És közben történt némi kis technikai malőr, mert a hétfői történet az valamiért egy kicsit így elfelejtődött, úgyhogy nem tudjuk, hogy szóval nem mindegy, szóval a hétfői hard hétfő az olyan, mint hogyha nem mentette el volna pizsamásnak a Steam felhője, úgyhogy hát újra kell csinálnunk nagyrészt. Szia Csík, szia Tom! Úgyhogy hát ez a nagy helyzet, ez a nagy helyzet. És akkor nézzük is, hogy miket fogunk itt majd csinálni. Hellóka, sziasztok! Szia pizsamás! És szia Gergő, bocsánat, ha hallod még. Jó. Ajaj. P16-ot látom. Én beszállok a Fleestarba, szívesen. Jaj, és itt pedig például az Island Lake felé menő részét. Amire szükség van? Egy fuel, egy consumable és egy konkrét blokk kell, amit igazából Smith-ről föl lehet venni tulajdonképpen teljesen. Egy probléma, hogy az a konkrét blokk, az a nyomorult konkrét blokk, az sajnos a Drummondi warehouse, Drummond felé lévő warehouse-nál van, úgyhogy azért sajnos rá kell menni messzire. Na még egyszer, akkor várjál, mert közben én meg elfelejtettem belőni a gameplayt, úgyhogy... Jó, az nagyon jó. Igen, itt... Én viszont már itt vagyok közben. Úgyhogy kérlek, még egyszer mondd, hogy mit kell csinálnom a Fleet Star-ral. Tehát a Fleet Star-ral föl kell szedni Smithfield-ben egy fuel-t, egy consumable-t és egy konkrét blokkot. Na most a consumable és a fuel az már kint van a garázsnál Smithfield-ben. Igen. A konkrét blokk az egy póton van kint a fuel meg a consumable. A konkrét blokk az már viszont probléma. Hol van kint? Melyiken? Jó, visszamegy egy gyorsan gameplaybe, és akkor megnézzük. Az garázs... Szóval, hogyha kimegy... Igen? Smithfield-ben vagyunk. Igen? Igen, continue. A fuel az a fuel station-nél van, az oké. Ott is van, de én nem ott... Én kiraktam már igazából. Igen? Hogyha a garázshoz nézed... Igen? Akkor a garázsnál van egy flatbed semi-trailer. Igen, ami üres. És elvileg, hát nagyon remélem, hogy nem az, mert elvileg én azon hagytam cuccot. Az át kell menni a térképre, hogy lássad, hogy tényleg igen. Ott van. Igen, ha várjál, akkor átülök valami talicskába itt. Itt a Kodiak. Ott a Kodiak, igen. 2% benzin. Itt a flatbed semi-trailer. Hol van a Kodiak? Warehouse. Ja, viszont azzal viszont úgy tudott. Tényleg van rajta. Igen. Egy üzemanyag, meg valami, nem tudom mi. Na, és akkor akár azt meg is lehet csinálni, hogy ezzel a Kodiakkel be lehet szedni például a kokáért azt a konkrét blokkot, amit sajnos csak itt ebben a nyomorú Drummondi warehouse-ban van. Mert még egy konkrét blokk kell, és szóval a fuel és consumable az ott van fönt, konkrét blokk az itt van igazából a warehouse-nál. Hát nagyjából ennyi. Konkrét blokks, igen, és azt hova kell vinni? Milyen küldet is? Azt Island Lake-re kell vinni, kérlek szépen. Igen? Just for fun, ugye? Igen. Az sajnos az Island Lake-re megy, és még egy olyan kérésem van, hogy ha arra felé jársz úgyis, akkor itt van ezen, pont a Kodiakbe ősz, és itt a Kodiak környékén trélereken vannak cementek. Igen. Cementes részek, és abból 2 darab cementet kérlek, úgy szintén vigyél át Island Lake-re. Ha átmész Island Lake-re, akkor pedig... Várjál! Most ezt igen. Mind a Fleet Star-ral kéne csinálnom? Pontosan egy 5-ös pót van rajta, figyelj, hogyne. Ó, anyám, jó. Hát igen. Island Lake-en pedig a 2 cementet le kell vinni a Sawmill-be, délre. Az egy nagyon szimpatikus hely, ott borultam múltkor, rakományilag.
és az oda 250, és az összes többi cucc az pedig a Logstationben megy föl. Jó? Hát jó, oké. Okay. Hát, hogy ez a nagyon-nagyon szipi-szupi helyzet van. Na, akkor nekem mit tartogatsz? Hát na, ezen gondolkodom, és mit lehet. Vagy pedig azt is meg lehet csinálni, hogy... Figyelj, sokkal jobb ötlet. Lehet, hogy érdemesebb lenne a Fleet Star-ral tulajdonképpen innen a warehouse-ból, innen Black River-ből hozni a konkrét blokkot. Már mondjuk igazából majdnem tök mindegy, mert mindegyik rohadt nagy kerülő igazság szerint. Bármint, hogy ott fönt. Aha. Black River, igen, innen lehet hozni, de lehet, hogy ez még mindig gyorsabb, mint átmenni Drummondra, és ott végig a Dizéberházba, és a Nem, egyébként nem teljesen. Szerintem is ez jobb amúgy. Nem, mármint úgy értem, hogy a Smithfieldenbe ott fölmenni, az nem olyan nagyon vészes, szerintem. De nem, csak nem, hosszú. Abszolút nem, az csak sokáig tart pontosan. Hát jó, ez se. Igen. Ez is sokáig fog tartani, az biztos. Igen, mindenféleképpen. Tehát nagyon gyorsan és semmiképpen nem tudunk járni, ez van. Na de, egyébként itt van egy GMC, jó, az is jó, a GMC is jó. Hát jövök onnan, hát... Itt van a VVS, és itt van a P16 is. Akkor itt felveszem a konkrétot. Egészen konkrét blokkot. Jó, na, és akkor azt mondja, hogy nézzük a következőt, vissza a planning roomba. Ez volt ugye a... Fleet Star. A GMC az most jelenleg jó ott, ahol van, illetve nem igaz, nem jó ott, ahol, mert a GMC-vel el kell menni, kérlek szépen, ugyanúgy cementér át Smithfieldre, és visszajönni ugyanúgy ide, hogyha esetleg lenne ott még cement. Jó? Ez Gergő, neked ezt szerintem egy tök törzshez álló. Jó, onnan hova? Még egyszer? A GMC-vel először Smithfieldbe áthaladni. Az hol van? A GMC jelenleg Black Riverben van az Old House-nál. Haladj először a garázsba. Igen. Garázsba? Aha. Először a Smithfield-i. Igen. Szóval először haladj át kérlek a Smithfield-i garázsba. Ott én fölteszek rá egy sideboard pedet. Jó? És mi ez az utánfutón, ez a két cucc, ami nálam azt, van? Azt ne vidd, az marad. Az majd a Super Order-nek a következő epizódja lesz. Akkor Dieter csak magyarul. A Dieter, azt majd szépen intézzük. Várjál, Attila. Esetleg, igen? Közben Tom írt nekünk ilyen felhőmentéses történetről egy kicsit hosszabb történetet. Hogy? Úgy várjál, hogyha megnyitod a Steamet, onnan indítva a játékot ki lehet választani, hogy honnan akarsz betölteni. Azt. Na ez az, és szerintem itt nyomtam meg egy rossz gombot. Nekem van egy feladagyom, az én nyomtam meg egy rossz gombot. Igen. És innen nem lehet visszaállítani ezt a történetet. Ja, és egyébként meg még egy apróság itt is eszembe. Gergő, lehet, hogy az lenne a jobb? Igen. Nem tudom. Lehet, hogy az lenne jobb, hogy egyébként te segítenél ki Zolit azzal, hogy te hoznál konkrét blokkot a Drummondi warehouse-ból, mert ez egy sokkal könnyebb. Hát azért indultam föl. Hova? Itt Black Riverbe? Hát az egy egyszerű feladat, mint ott. Szerintem is. Akkor viszont nem is szóltam. Viszont egy dolgot még azért rájúj el, hogy mi a küldetés neve. Super Order. Jó. Oké. Akkor nincs más kérdésem. Elmegyek is. Jó, én pedig visszakapcsoltam akkor izébe Planning Room-ba, hát a gameplay-be, és én hiszem el is indultam akkor a White Western Star-ral, mert akkor én még elkezdek itt a logokat pakolni ezzelre. Hú, ez a Fleet Star, ez nem egy acélos. Igen, menj be, légy szíves vele a garázsba, jut eszembe. Smithfieldbe majd, jó? Igen. Vagy sőt, itt is bemelsz, mert akkor teszek rá offroad váltót, mert az nincs rajta jelenleg. Meg valami motort is. Az egyelőre nincs. Egyelőre még ilyen motor van egyelőre, aztán hogy... Jó. Meg mondjuk tök pénz sincs erre, tegyük hozzá. Hát jó. Nem baj. Én pedig addig megyek harcolni a Smithfieldre, és hozok egy rengeteg logot, hozok a Fleet Star-ra. Rengeteg logot. Fleet Star-ra, de abban én vagyok. Na, Fleet Star-ra, akkor White Western Star. Egyefelé a White Western-re hozom. Jó, csak kérdezem. Meg addig bontok egy viszkit. Ó, csak nem azt. De. Attila, csak hogy tudd. Ma megkapta végre Gergő a szülinapi viszkijét. Ja, oké. Okay.
About time. Hát ez milyen, de ez melyik hőnap? Az idei egyetlen? Vagy a tavalyi? Ez a tavalyi. Hát ez melyik hőnap volt egyetlen? Glamorange. Ah, oké. Jó cucc az. Illatra jó, nagyon. Hát, ha az ízre se rossz. Jó kis glug-glug-glug-glug hangot adja, amit szeretünk. Mert hogy Gergőnek egyébként tegnap volt a születésnapja. Jelen. Igen. Áttettük tiszteletből, áttettük. Így van. Na fiúk, akkor kóstolás. Mi lesz úgy, hogy közben vezetek? Hát, jogosítvány bukta. Csak ne lötyögjön ki. Ó, hát ez nagyon jó. Na, az itatja magát. Bizony, gyönyörű szép narancssárga üvege van. Bizony. Az nagyon. Ez engem egy zöld üvegre emlékeztet. Színvak vagy? Nem, hanem hasonló a fat, azt a viszkit, amit én szeretek. Ha. Van egy, amelyik segítés. Attila, melyik viszkit szeretem, ami zöld üvegben van? Jéger. Mit tudom én? Hubi típusú viszki, Hubi. De figyelj, Attila, én arra gondoltam, hogyha már úgyis itt felszöltem a konkrét blokkot, és amúgy is el kell mennem itt a garázsig, akkor már a farmnál felveszek egy consumables-t, a fuel stationnél egy fuel-t, és kész. Jó. Most itt a fuel stationnél van fuel. Itt nincs. Hogyha izébe mész, viszont a cementél akkor is el kéne menned, hallod. Attila, nem vagy itt még, de? Cementért. Hát jó. De tudod, mit csináljuk akkor azt, hogy a Gergő fölkapja a cementet, átadja neked, aztán vissza, hogy még egy kör cementért. Várjál már, itt állj. Oké, de rajtam nincsen semmilyen. Hát ez nem mi? Nem baj, ezért mondom Gergő, hogy mi az? Mit találtam? Smithfield-em garázs. Hát itt van két konkrét blokk, vagy nem tudom mi ez, nézd csak. Ott van két, az két konkrét blokk? Hát mi az? Nem tudom, nézd meg. Hát ezek ilyen, ez konkrét blokk. Hát akkor pakolt fel, aztán menjünk. Mármint, hogy hadd menjen. Hát miért azt keres az így? Én ezt tudod, mint a vörös csillag. De a térkép nem is jelzi. Persze, hogy nem jelzi, mert csak egy két lecsesz. Ez a mi konkrét blokkunk innentől? Egészen konkrétan a miénk. Oly. Mind a kettőt hozzam? Igazából egy darab elég. Oké, a kér... Én fel a partit, mert ez ki. Micsoda? Sikerült egy open partit nyitnom szerintem. Igen, és valami érdekes nevű ember kell jött be. Igen. Hard módba. Lehet kikkelni amúgy. Left the game. Én vagyok csak left the game, jó, akkor oké. Nálam. Nálam is. Jó, nálam is. Helyes. Már elnézést mindenkinek, hogy nem náciskodunk egyáltalán, csak véletlenül, hogy nem nyomtam be, úgy látszik a private-et. Semmi baj. Nem baj, akkor még lesz egy-két vendégjátékosunk, ugye? Hát azért hardmoodban azért, hogyha valamit bevisznek az erdőbe, az jó nagy szenvedés lesz. Hát igen. Mert a normál módban minden bánnom, de mondjuk, hogyha hardmoodban ki kell szednem valamit az erdőből. És az invite crossplay kód is megváltozott ennek örömére. Igen. Honnan tudta a kódot? Attól, hogy nem private, attól még a kód, nem? Hát lehet, hogy nem. Érdekes. Fura. Minimum fura. Hát egy kicsit. Na, szóval itt kocognak, akkor megyek szépen a garázsba. De azt mehetsz Smithfieldbe is. Azt nem muszáj. Hát ezt jókor mondod. Na, a Connemara nevű viszki. Baszdmere emlékeztet. Nem. Mi történt? Semmi. Egyáltalán semmi. Hát én most átmentem a másik térképre. Hol vagy? Melyik térképen? Mászom a hegyet. Black Riverben, nem? Mászom a hegyet Black Riverben, persze. Akkor én már nem tudlak megmenteni, mert én már Smithfieldben vagyok. Nem is kell. Ja, oké. Okay. Ugyanúgy fáknál kell borulni, tudod, és akkor... Holy fuck, igen, holy fuck.
Fuel 1, Consumables 1, Concrete Blocks 1. És Fuel ez van itt a Smithfieldben. Így, de azt én csinálom. Tudom, tudom. Most csak elviszem a garázsba, azt kérte Attila tőlem. Ja jó, a Fuel, mit is, a Concrete-ot? A kocsimat. GMC-t. A GMC-t a Smithfieldi garázsba. Jó, de egy hozz már egy cementet is, akkor nekem létszi. Persze, de most nincs rajta semmi, amivel tudnám hozni. Kivéve, hogyha lógatom a darun. Hát ez tökéletes. De figyelj, menj be a garázsba és teszek rá egy sideboardot, mert amúgy is akarok jó. Egy sideboardot. Olyan sikerült a rövidebb úton jönnöm, amire kiderült, hogy nagyon nem az. De nem, hazudok, mert tényleg az, tehát ez tényleg minimálisan rövidebb, csak nem erre fogok visszajönni, mert akkor az összes logot leejtem, az garantált. Hát esélyem nincs itt úgy menni, hogy a logok így rajta is maradjanak a járműben. Úgyhogy ezt az utat nagyon gyorsan is felejtjük visszafele. Most is az van, hogy én részemről most a White Western Star-ra fölpakolok, vagy nem tudom, 20 akárhány darab longlogot, nem is tudom, sokat. Úgyhogy ez most ilyen lesz. Ejjjj, te az az upgrade-ot még nincs fölvéve a szigetnél? Az ott nincsen, majd oda vissza kell, valaki visszaül egy jeepbe és fölveszi, akkor az úgy jó lesz. Hát, jó. Hát nem jártam arra fele, érted, most ez most... Ez jó, most. Jó. Semmi baj. Én elértem a garázsig. Benn is vagy? Nem tudok bemenni, azt csak te tudsz. Leestek a cementek a levegőből, ahogy beszálltam a Kodiakba. Ezek ilyenek voltak, igen, és beestek a járművet alá, meg szóval ilyen trükkök az. Nem. Itt vannak előttem, ez tök jó helyen vannak az úton. Gergő, figyelj, akkor jön kérdés, hogy én mindjárt idejönök a Logstationhoz az izével, kérlek addig vedd át a pakolást, jó? Logstationbe, Black Riverbe. Oké. Okay. Nincs egy megfejtés egyébként. Annyi a izé, hogy longlogokat kell kérni, és mindjárt mondom, hogy hány darabot, de... De mi felmésztem? Hányszor hármat? Én White Western Star-ra megyek. Miért szürke az nekem? Nem benne ülök. Az nem szürke attól. Basszus, ez valami új, mert most szürke. Egyébként szürke zöld. Amiben Zoli van, az is szürke. Akkor ez valami új dolog, hogy az kiszürkíti ember. Ez új, ez nem volt addig. Kiszürkíti azt, amiben emberek ülnek. Igen. Hát lehetséges, persze, akkor nem tudsz beleülni. Tudod, mint amikor ilyen küldetés járművet leadsz, és ott marad, és nem tudsz vele mit művelni. Eddig ugyanúgy listán volt. Na jó, Attila, én átveszem, persze. Oké. Mit kell rá felrakni? Ott vagy a Logstationben, és ki kell kérni rengeteg longlogot, és azt mind felrakni rá, de sok. Arra, a kicsi petröncére. Igen. Kicsi petröncére. Igen, pontosan. Föl fog férni, és nagyon szar lesz szállítani, de így viszont egyszerre le lehet tudni, vagy 10 darab longlog leszállítását is. Tizet tegyek föl 9 helyet, értem. Hát legyen egy pót a múltkori után. Mondom, hogy pontosan 3. Szerintem ne egy, ha nem vagy sok. Na mindegy, customize. Jó. De először is ő már megkapta az off-road gearboxot, jó. Kérdés, a Freestar-ra merre jársz? Letiver, mert mindjárt ott vagyok a townba. Jó, oké. Meg gondoltam, nem off-roadozok, hanem inkább spórolok a benyóval és az aszfalton megyek. Fölkarmoltam ugye egy izét, egy consumables-t. Hát nem tudok kirakni az ankort, annyira sáros itt a... Igen, ez lehet. Honky, akkor left the game. Jönem. Igen, az lenne vicces. Welcome to Glitchville. Jó, na, azt mondja, hogy... kiértem a GMC-vel az izéből, a Bentley-ből. Jó, vártam el, bitte. Jó, és akkor az lesz mostan, hogy... átmegyek Black Riverbe, megint, és Gergő, akkor visszacseréljük magunkat, és akkor én folytatom a logolást. Jó? Még egyet sem raktam fel, de ez így
De ne foglalkozz vele, majd én folytatom, ez nem érdekes. Jó, csak most karmoltam meg kettőt, várjál, ezt most már felrakom. Jaj, most karmoltam meg. Nem. Nem. Kicsit, nem. Kicsit. Na jó, átadom inkább. Addig. Átadom inkább, jó? Itt a Wrangler melletti pótból lehet inni? Szerintem igen, az a nagyon nagy pót, nem? Nem. Két scout. Nem, egyik üres amúgy. Azért van ott, így áll abban, azért van ott. Egyik üres már, de ne lepődj meg a másik. Nem baj. Hát, na és az... akkor hova menjek ezzel a GMC-vel? A GMC-vel akkor most jön a medencézés, az cementezés. És honnan vegyek föl cementet? Azt a négyet, amit ott hagytunk. Pontosan. Pontos, amit én hagytam, én vittem még oda. És igazából az nem négy, hanem az hat konkrétan. És mennyit rakjak föl abból? Kettőt. Kettőt tudsz. Kettőt. Egyébként igazából, figyelj, ha tudsz double stack-elni négyet, akkor négyet. És hova kell hozni? A freestyle-ra át kell pakolni belőle kettőt, és kettőt pedig vissza onnan, ahova, oda, ahonnan elosztod a GMC-t. Oda az első pár a Black River-be? Pontosan. Az is kellni fog. Na jó. Pontos. És hol lesz az, amire át kell pakolnom? Most jövök. Most jön. Jó, de ugye te merre fog menni? Garázshoz megyek. Uh-huh. Ja, hát akkor viszont arra fog járni, amerre a cementek vannak, nem? Vagy... Mondjuk ez is igaz. Minek nekem elhozni? Akkor várjál, mindjárt megyek át, megnézem mi a helyzet. A másik kettőt hova kell? A harmadik kettő az majd átmegy szerintem őszem Dramondba. Én az északi úton gondoltam haladni, amúgy. Uh-huh. Mire gondolsz északi út alatt? Hát ott a térkép széle mellett, ott van egy szép, hosszú, egyenes út, ahol le lehet menni Island Lake-re. Igen, az tökéletes választás. És ott van cement? Ott nincs. Na Gergő, azért tett volna egy szíves, azt a kettőt... Térkép széle mellett végig. A keleti út. Rosszul mondtam, akkor bocs. Mert ott, hogyha bejössz Island Lake-re, akkor ott egyből van egy kis, ilyen kis surranó út a Fuel Station felé. Igen. Arra le tudsz menni egy zöveltelre ott. Jó, hát akkor magyarul hozzám persze a Fuel Station az a cement. Pontosan, az a legpraktikusabb, hogy valahova. Beépített tárgya ugye a cement. Uh-huh, bizony. Addig én akkor éppen hozok négyet tényleg. Oksi, kb. Mennyi idő? Hát mindjárt odaérek, nem vagyok már messze. Oké, tök jó, mert én most jövök át majd az átjárom. Ja, annyira nem vagyok gyors, de igen, igyekszem. Ennyi, hát azért kérdeztem. Hát akkor egy versenyváltót kellett volna rátenni. Igen, egy 6 fokozatút. Biztos van valami Super Tuned nevű váltó, amivel... Hát van Fine Tuned. Hát meg van a Highway amúgy. Ja. Hát már ami ez. Ami tényleg gyors. Na, most kaptam gumisérülést. Köszi. Meg rúgót is. Azt kicsit óvatosan, tudod, ez hard mood, nem nálunk vagyunk. Egyenes, simán mentem egyenesen az úton. Igen. Ez egyébként ilyen. Kérdések. De hol a cement amúgy? Mindjárt odaérek, itt elől van. Ahol a Kodiak áll, ott van. Konkrétan. Ja. Kodiak állt, most kőhalom. Hogy van ez? Így van. Oké. Okay. És a cement röpködtek. Azaz. Kedvés cement röpködtek. Edward király, angol király, földig ér a lába, az megvan, nem? Neki is. Azaz, na. Amúgy ott van valahol négy cement. Ja, látom. Hát azt majd máskor megcsináljuk azt a küldetést. Lost Bags. Ja, Lost Bags, igen, az a másik pályán van. Ahol még cement kell. De azt szerint van ott szórva. Azért az a Teams lesz. A Team háza körül. Ez a hülye is tudja, hogy hova kell költözni alatt. Kegyetlen. Jó, egyébként van egy sideboard trailer, amin van két cement. Igen, meg van ott még, mert azok kellenek. Hozzam egy trailerestül, azt akarod mondani, ne double stack-elve? Hát figyelj. Bitumenem megyek, szóval meg is tehetem, hogy simán trailert. Te döntésed. Jó, igazad van, hozok trailerestül. Szerintem úgy érdemes. Igen, igazad van, hozom trailerestül.
Jó, Ati, addig mit csinálják? Beállok az éhez, jó, kúthoz. Hát várd meg Gergőt, most igazából összehozom. Vagy esetleg, ha gondolod, akkor a Wranglerrel elmehetsz azért az upgrade-ért. Jó, egy akkor a kútnál leteszem az autót. Gergő átpakol rá. Jaja. Hát ott valahol a keresztezésbe is hagyhatod. Jó. Hát nekem itt föl kell karmolnom egy fuel-t. De ezt még fölveszem itt. Ne. Arra kell nézni, amerre vezetek. Én meg közben pakolom a logokat, mint az állat. Helyes. És itt mindenkit átmegyek megint a planning roomba, mert nem tudom, hány darab logot kell főpakolnom ugyanis. Azt mondja, hogy hova kell, azt mondja, csak a long logokat nézzük, ja várj, és meg úristen is kell, és pont szűrtem a izére, a White Western Star-ra, meg a izére. Ne ba... Nem lehet, nem mutatja a szűrőt, ez a szemét. Jó. Mert csak megtekinteti, ó, Istenem. Jó, akkor most neki innen picit kimegyek. És az, azt az upgrade-ot kéne felkarmolni? Húha. Okay. Jó. Nem lesz egyszerű, azt de tudod? Hát igen, azt tudom. Hát. Oké, okay. Jó. Na most kinyitottam a szűrőt. Szuper frag van. És akkor az van, tank is fuel. Mondja, hogy... Tank is fuel. Medium log, az nem érdekes, long log kell, az, hogy Island Lake-be kell igazából kettő darab long log. Ért. Aztán, hova kell még long log? Á, igen, igen, azt mondja, hogy Smithville-be kell három darab long log, akkor az ugye kilenc. Meg még kettő kell, akkor Island Lake-be, az meg... Hát az 15 darab long log lesz, amit ide nekem most föl kell pakolni, mert van 6. Az szép. Jó, hát akkor csináljuk. Csináljuk, gyerekek. Adj neki. Figyelj, ez ilyen... Nem tudom, hogy ez, egyébként itt milyen szakszerű nevek vannak ezekre. Én erre kitaláltam a multiloadingot, ugye? Ultra stackelés. Igen. Mega stacking, mint valami ilyen, hogy hívják, ilyen Dragon Ball-os szöveg. Azaz. Már abban olyan nincsenek ilyen... Ám stackelés. Olyan van egyébként. A Wranglerrel gáz borulni? Nem. Ez kell, csak legyen fa. Á, és hogyha nincs? Akkor gáz borulni. Akkor megteszi egy betonelem is. És akkor esetleg valaki majd tud... Erre jár? Sikerült megoldani? Nem. Erre vagy? Csak... A vérnyomásodat szekírozom. Ja? Merre vagy? Itt vagyok, Black Riverbe. Ja, az más. Figyelj, a múltkori kodiek menték, miután az én vérnyomásomat te szerintem semmi nem tudod fölnyomni. Tehát, nem mondjuk, az igaz. Képes, hogy el kell sétálni a Wrangler, az adjam már, adjuk már, hát sétáljunk. De ez egyébként tök gyorsan megy. Micsoda? Ez a Wrangler? Nagyon jó. Kicsit sérülékeny talán. Igen, nagyon sérülékeny, és nagyon táncol az úton egyébként. Azt észrevettem. Ezt hiszem, hogy nagyon jó. Nagyon szeretem a Wranglert, nagyon-nagyon jó szerintem. Meg jó hangja van. Igen. Én nem csak szentimentális okokból szeretem. Ön is veszem a hangját, várja, kicsit addig. Engine sound. De persze. Helyes. Na, azt mondja, hogy én meg ez sok. Tovább. Állj, ez sok. Állj, egy kicsit sok. Így. Így jó lesz. Nem. Ez az. Meg egyébként AVT nélkül is egészen jól halad. Igen, a Wrangler egy nagyon jó jármű. Ez így röviden és tömören ez a nagy helyzet. Mennyi egyébként az ára a stocknak? 33. Hát az nem sok. De egy scouthoz képest azért sok. Tehát... Hát... Jó, igen. Ahhoz képest, hogy a Chevy-t megkapod ingyen, tényleg. Minden elmárt, a Chevy is ilyen 11 ezer valamennyi. Az International Lodestar, ha jól emlékszem, azt hiszem az is olcsó talán. Hát... De egyébként őszintén... Ki nem szarja le.
Jó, nem azok. Jó, hát hátmódban az elén ezen nem. Tehát én, nekem azért az áldozat volt, hogy ezt a Wranglert ezt behúztam. Egy pillanatra nem bántam meg, tehát félretés ne essék. Csak hogy néztem, hogy úgy néztem, gyűjtegetem a pénzt, hogy na, mikor lesz pénzem egy Wranglerre. És azért, amikor így azt nézett, hogy hú, hát akkor én Scoutra gyűjtöm a pénzt, akkor ez a Dafuk, mi van? De hát ez hiszen. Tényleg meg... De most érted, tehát a Wranglerrel én fölállítottam a GMC-t is egyszer már. Tehát így... Nem egy gyenge cucc ez. Hús, két longlogot sikerült felemelnem, önébámon kívül. Azonban örülök neki. Na, jaj. Na most mit rontottam el? Jó, belementem a sárba, jó, oké. Ebbe a játékban nem viccelj már. Undorító. Hol vagy, jöjjek segíteni? Ez úgy elásta a senkit hallod. Ja, azt el tudja. Hogy? Ez tényleg röpül. Bizony. Úgyhogy nagyon óvatosan kell venni vele, mert... Bizony. Pitpak meg van a baj. Úgy bizony. Áj, főleg, hogy csak... Bassz meg. Na, ez úgy hangzott, mint a felborultál volna. Nem. Én olyat nem csinálok. Csak megtörted mi? Mit törtem meg? De mit törtem meg? Itt tök jó autó. Tudom, csak tényezés. Ez csúnya volt. Bocsánat. A bácsi ugrott ki elém. Csak szólok. A kivilágítatlan bácsi volt ez. Jártán, igen. Mármint, hogy na, ott volt az aszfalton a hatalmas felfestés egyébként, hogy elsőbségadás kötelező. Az mindegy. Meg ott volt a tábla is. Igen, diszkréten. Hát most na, elismerte igazából. Jó, hát innentől nincsen baj, tehát egy... Akkora? Most ide figyelj, most azt nem tudom, hogy hányszor osztottam meg eddig ezt a sztorit, hogy először igazából a rutinpályán koccantam. Őszinte leszek, más autójával, csak a rutinpályán koccantam igazság szerint. És a sajáttal? Nem úgy értem, tehát hogy úgy, hogy autóval, hogy más autójának neki. Ja, még saját autódnak is mentél neki? Nem. Hogy a saját autóval sikerült, mit tudom én, a tükröt meghúzni, már nem is tudom, hogy hol fogalmam nincs. Mert még apámtól rököltem egy jó pár sérülést, azért ezt jegyezzük majd az autón. Ja, azt hittem, hogy... Nem. Furcsa hangzott így hirtelen, bocs. Na nézzük, akkor egy picit elmegyünk innen, mert nincsen helyem már. Na, persze magadtól? Szia, Popes! Szép estét! Azt hagyján, de nem bírok kenni, mert túl nehezek a logok alatt. Aucsi. Hányderabot pakoltam fel, szóval 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-et. A győzelemtől egy lognyira, ne vicceljé. És nem tudok megmozdulni. Ez a high fokozat egy kicsit olyan nem high. Aj, emberek, nem pakoltam. Befarf, tényleg nem tudok elindulni. Hol vagy? A fáknál, hát... Ja, de nem Black Riverbe. De, Black Riverbe vagyok a Lockstationnél. Jaj, ott vagy. Figyelj, menjek oda a Wranglerrel. Ne hülyeskedjél már, ne, ezt meg fogom oldani, valami muszáj. Itt vagyok. Leakasztom a trailert, hallod, nem tudok mit csinálni, de valamit muszáj. Hát jó. Azaz, leakasztottam a trailer. És úgy jobb? Nem tudom csinálni, persze, el tudtam indulni, de vicce. Most magamra vontatom, és megpróbálom. Vontas magad mellé. Azaz. Szép gyöngyhajú lány itt mellettem. Gyöngyhajú lány itt mellettembe. Rosszul jelöltem ki az utat, nem baj. Én meg addig szépen ide toltam az utánfutót. Toltad? Ezt lehet húzni is, ezt tudtad? Húztam, unpackeltem, eltolattam mellőle, kiengedtem a darút, és most átdolgozom rád. Jó, mert én meg megszerzem a... azért... épp. Az upgrade? Upgrade, igen. Így van.
fontos a jó hangulat, így van, papez. Ezért szoktunk mindig inni egy kicsit. Na jó, nem. Na jó, nem. A többiek nem. Az én hangom egészen más miatt rekettes ismét. Rekettyés. Azaz. Hát ez egy... Oké. Olyan hangja van ennek az autónak, hogy hihetetlen. Ne vagy pakolva. Igen. Megvan az upgrade is. Ó, de jó. És ez egy jó pakolva, mint az iskolatáska reggel. Jó. Oké, szupi. Akkor jövök vissza. Oké, és... Menjél. Smithfield-en. Hes. Tag. Leakasztottál valamit. Olyan volt, mint a tehénbőg is. Mit akasztottam le? Hogy nem volt, nem te jöttem, te szálltál be? De. Ja, olyan hangja volt, mint valami leakadt volna. Itt majd itt kell nagyon-nagyon vigyázni. Ja, nem, itt. Ez egy nagyon-nagyon lényeges hely, hogy itt lóba szépen lassan vincselve átjöjjünk, mert különben borulunk. Aki esetleg még nem járt erre, annak mondom, a rutinos vén rókák meg amúgy is tudják. Van elég sok elég szemét rész azon, nem is tudom miért mész arra. Azon csak egy szemét rész van. Hát ott, ahol a fa mellett ilyen féloldalas gödös. Az egy van. Hát jó. Olyat hányszer borultam már be ezzel Kodiakkal. Na jó, tehát ez egy lead star. Az erő megtestesítője, mi? Úgy. Jó, bárcsak félig van az üzemanyag tankom. Uh-huh. Nem baj, Attila, itt van Berkvivelben, majd akkor itt tankolok. Gyerünk! Bocsad! Hát... Így van. Ja, nem, tudod, de úgyis tudom, ez egy tök jó kis hely. Komolyan. Mindjárt megmutatom, nézd csak. Ó, bazd, megborultam. Hogy jövök menteni, nem érdekes valami? Figyelj, recovery ingyen van, nem? Az, hogy nem. Egyébként... nem akarod itt majd megcsinálni a... Nem tudom milyen küldetéseket, tudod, a farmnál van egy ilyen... Ezek a versenyek? Aha, ahol tudsz szerezni pénzt. Azzal bizony, azt már is farmoltam. Szó szerint. Itt egyébként a hard módon nem lehet végtelenség farmolni. Azt tudom. Abban is info, de... De mégis jobb, mint hogyha... Ha szívsz, igen. Annál igen. Igen, tudom, hogy feláras a recovery. Csak mondtam. Erősen feláras. Azért mondhatom egyébként, hogy szívasson, szia, jó estét, by the way. Nem szoktalak. Nem. Island Lake-en amúgy van valamiféle üzemanyaga. Rengeteg benya van Island Lake-en. Jó, akkor csak el kell jutni odáig. Igen, tehát ez nem szivatás, mert tényleg rengeteg benyát hattam Island Lake-en. Oké. Pász meg. Mondva az őrgróf. Na most komolyan, mi a baj? PGI vagyunk, PGI. Hol a PGI? PGI deck? Azaz. PGI-s deck. Így hallod. Ez a flitszár tényleg nem túl acélos. Nem. Aluminiumos. Azt nem mondtad, hogy még ez a snorker sincs rajta? Nincs. Ezért mondtam, hogy menj be a garázsba, éneket azért tudok rátenni. Na, hát én pedig... Én örülök, hogy ebből a tócsából kijövök akkor. Várjál ma. 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 darab longlok rajtam van, és ezzel szenten én már nem merre nem fog tudni elindulni. Aha, jó. That's gonna be fine. Hát, igen. Jó.
mondta, hogy a célos azért megy ilyen nehezen? Aha. Azt meg... Hát ez... Figyelj, azért ez túlzás. Azaz. Na jó, hát akkor én most nyomok tisztelt egy Night Vision-t, hogy legalább ti láthatok, ha már én annyira nem is. Hát én itt nem fogok nagyon sokat látni. Márpedig én most itt nem tudok reggel csinálni ezt, Becsó. Hát elég nagy baj. Ez na, a cheat, ez még nincs meg. És ez az a hely, amit mondtam. Az az a ház. Itt lakom, látod. Solid a luxus. Hát az itt nincs. Hú, bazd meg, na várj egy kicsit. És azt akarom megnézni, hogy... Szia, papesz! Hogy érdemes itt lemenni. Jó. Torony irány. A szakadékba. Hát lehet, hogy majd kezdeni fog egyébként a P16, nagyon durva. Úgyis nem tudom felból. Itt van valahol Black River, igen, nem? Igen, itt van. Konkrétan nem tudom elvontatni a Rockstation elő a logos utánfutót, amit telepakoltam ezzel a 18 darab loggal. Mert a Wild Western Star motorra mondom, nagyon erős hozzá. Nem tudom, sok, nagyon sok. Így ránézésre nagyon-nagyon sok. Ajaj. Jó. És tudom, mi van itt. Jó. És nem, tényleg nem tudsz nappal csinálni? Tényleg nem tudom nappal csinálni. Nem, ezt nem lehet hard módba. Jó, ezt így nem csináljuk, mert így. Jaj. Oké. Jó, akkor látni nincsenjük, igen. Ezzel az lesz a baj. Hogy nem látok szarcsát? Bazd meg. Azt kell csinálnom akkor, hogy ezt fogom. Neki megyek ezeknek a fáknak, és újabb tudom egyszerűen őket a izére. És hát nem teljesen erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy ezt fogom meg. Ne! Ezek is. Na, ezt hogy oldjuk meg? Bazd meg! Bocsi, Ati! Nem hangzott jó megoldásnak. Bocsi, Ati! Igen, hol borult el? És nagyon? Ott, ahol nagyon szar borulni. Igen. Várjál, még nem biztos. Én közben leszállítottam véglegesen az összes anyagot. Akkor lehet, hogy kelleni is fogsz egyébként, Hemgerdő, ezt csak mondom. P16-tal? Nem, hát nekem majd, hát én majd lehet, hogy visszajövöm. Jó ötlet, köszönöm. P16-tal, de... Visszaporítjuk magunkat darúval. Ja persze, hát ha ki tudod tenni, akkor adja magát, akkor muszáj. Jó. Hőj! A bázd meg csak leborult rólam a... Egy kevés cumó. Azon a térképen másik jármű amúgy. Melyiken? Hát ahol Zoli szenved éppen. Kodiák. Hát jó, de arra föl van csatolva egy üzemanyag. Azt le lehet róla csatolni. Jó, és elég messze van onnan, ahol az események történnek. Melyik kicsit. De majd Zoli szól, hogyha tényleg kell segítség. Nem, egyelőre úgy néz ki, hogy nem. Így meg fogom oldani. Jó. Van még két mellé küldi. Ja igen, persze el fogom érni, nem arról van szó, hogy nem csak. Elvisz be Park Food and Planks. A hát passz vagyis beakad a izébe pút alá. Úgy a jó, az a jó, az igazi.
Jó volt, próbáljuk ezt meg akkor a másik oldalról próbáljuk meg kiúzni, hogyha előről nem jön, megfelelődök a hátra és húzzuk azt. Ez az megvan. Hát ez rohadt jó. Mi az? Mi sikerült? Mi nem sikerült? Minden sikerült. Az tök jó. Jó, ez így jó lesz. Már néztük akkor. Hát, ja. Ez így. Ilyen. Happy must be fucking kidding. Oké. Akkor ezt most... Szerintem a kontrollert el is teszem gyorsan, mert szerintem ide... Ennél gyorsabb reakcióidő kell. Ja. Jó. Oké. Én pedig beültem a P16-ba tisztelettel, és megmutatom azzal ezt a médium logot, mert ne, hát ez... Hát ez erősebb volt. Ide kormány? Kormánya? Aha. Azt majd valaki más. Melyik ja, kormánya válja? Hát az mi az, hogy kormánya majd valaki más? Az mi ahhoz a lakba? Hát azt mondom, majd valaki más fog. Az meg! Itt van egy farönk. Itt van egy farönk, bocs. Még ez is. Nem láttam a farönket tőled. A nagy kormányodból. Shit passiert. Ahogy a német mondja. Iha. Scheißes Preis, vagy hogy is van ez, nem tudom el. Jó. Az, hogy megindul, akkor ez megindul. Hát igen, csak induljon meg. Hát ez megindul alatt. Éppen hozzáteszem, most a hosszú úton megyek a P16-tal is, hogy spóroljunk a benyen. A hosszú úton spórolni a benyen? Hát figyelj, jó, hát csak igen, a kulcsa volt. Na, bocsánat. Hát figyelj, ahol nem kell nekem mit itt áll, semmi nézét használni, az a benyen spórolót hosszú út. Nézd, már itt van két cement. Egyébként azt lehetett volna csinálni, hogy... Hol van még két szemet? Hol találtál még két itt szemetet? Itt van az út mellett. Hol? Melyik út mellett? Itt, ahol megyek. Quarry-nál? A quarry-nál? Nem. Nem cement, de ez cement. De az nem valami küldetésnek volt a része? Hogy de, de azt lehet restartolni. És akkor magyarul felszeded a két cementet, röhögve leadod, restartolod a keresős küldetés, és van megint két cementet? Igen. Nem, azt nem hiszem, hogy ez... De. You're a fucking genius. De. Csak szólok. De már késő. Hát igen, mindegy. Várj, ezzel megnézem, hogy megvan az összes áru. Meg jó, oké. Hard módban játszunk, úgyhogy játszunk hard módban, tudod. Igen, igen, Tom, pontosan így van, hogy a küldihez kell, igen, de ugye a küldetéseket le lehet reszetelni. És akkor visszakerülnek ugye a forrásanyagok oda. Így van, mi? Az összes. Mit volt a besztelen egy brigád ez? Undorító. Fújjam rá neki. Fújjam rá neki. Fújj. Hopp, 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 hopp. Na, itt lesz az igazán érdekes ez a... történet, mert ugyanis itt a szélén kell menni, és szerintem itt irdatlan mennyiségű benzint fogunk elcseszni, hogy átjussunk. Mire gondolsz? Puncira, de ez most hogyan ide? Kell neked kérdezni. Hogy segít minket az átjutásban? Az nagyon. Ha arra gondolsz, úgy mész, hallod, mint a cöveg. Rövően. Az, hogy beleállsz a legközelebbi fába érkezés. Vagy a legközelebbi gödörbe között. Nem is vészes hallod, átjöttünk. Mi az az? Na, én emlékem vagy? Hát, na, jó, azért azt nem.
Jó, hát most hadd légy ma optimist. Jaj, az a Lost Bags nevű küldetés, Ember. Igen. Igen. Az lehet, hogy csak meg lesz a felvesz. Szóval kell vinni, Tim's House-hoz. Igen, ott vagyok én. Ja, látom, hát én meg a közben nézem, milyen küldiket lehet megcsinálni. Hát... akkor ezt ne nézed, hanem kérlek, gyere át ide a Wrangler-be és hozz nekünk ide Benyát. Jaj, hova? Black River-be? Black River-be. Elvileg ott van. Ja, azt a Wrangler-t menteni kell? Nem. Jó. Miért kéne? Az előbb azt hittem, hogy menteni kell. Az előző reakciód alapján úgy értelmeztem, hogy ezt menteni kell. Nem, abszolút nem. Na, jobb. Várjátom, jobb. Valamit akkor félreértettem. De akkor menjek át, Attila. Micsoda, hogy? Csücsönyet a Wranglerbe. Elvileg most nincs más. Ja, de várjál. A GMC-vel kettő darab cementtel, légy szíves, gyere vissza oda, ahonnan elosztod a GMC-t, itt Black River-ben. Attila, mondtam, hogy minden le van szállítva. De már az is ott van. Hát ja. Akkor Wrangler és... Valóban nekiállok egy mellé küldinek addig. Hát ha neki tudsz, akkor... Ami viszonylag könnyen teljesíthető, a Boltzmann House-hoz leviszek pár dolgot. Jó. Vigyed. Gondoltam vala. Ezt teljesen jól teszed. Teljesen jól teszed. Service Hub? Vehicle spare part kell oda. Vagy Service spare part, már megint elfelejtettem. Mindegy, egyik spare part, az kész. Nem mindegy, figyelj, te Black River-be vagy? Én igen, a P16-ban. Meg tudod egy pillanatra nézni, hogy az a mellékfeladat, mert ugye én itt vagyok, én most nem tudom megnézni. A Boltzmann House mellé küldőben Vehicle Service, vagy Service spare part kell? Boltzmann House? Azt hiszem, hogy mi a neve. Opa. Már mellé küldik. Várjál, Riverside Ripper. Itt hogy kell fölmenni szépen? Riverside Ripper, csak melyik szerviz? Melyik szerviz? Két szerviz, szerviz, sima szerviz. Szerviz, oké, akkor azt hozom. Tudom. Várjál, Wooden Plank az meg van ott valahol a... Lent a Lumbermill-be. Nem kell lemenni a Lumbermill-be hozzá. Ilyen GMC-vel? Akkor igen. Bocsánatot kívánok, igen. Milyen, és egyébként pedig... Te mivel mész most akkor? Saját Freestyle-ommal. Mi? Jó, akkor jó. Biztos fölben vagyok éppen, és ott képezem fel a service per parkot. Akkor én innentől már nem is szólaltam meg. Sem tudom. Oda mész, ahol akarsz. Ha van valahol fa elhagyva, szóljál, mert akkor azt fölvezem tényleg. Smithfieldben van a Quarry-nál, de igazából gyorsabb a Lumbermill-től hozzad a Black River-be, sokkal gyorsabb. Szerintem is. Jó. Hát unatkoztam, addig gondoltam, nekiállok valaminek. Hades. Ami értelmes, és aminek, amit be is tudsz érni, és lesz belőle pénz azonnal. Ezt ebben a játékban még nem hallottam, ezt a kifejezést. Unatkozom. Hát nem adott munkát a főnök, hát. Hát most az a kevés jármű van, ugye? Igen, azért hoztam ki a sajátomat. Igen. Hogy a másikat meg kell elmozgatni, nem véletlen. Mert a GMC az rá van rajta az utánfutó, és ott van az a négy cuccos, amit le kell szállítani rajta. És az addig lesz egyébként nekünk érdekes, ameddig megérkezik a rakomány Island Lake-en a Lock Station-be. Igyekszem, csak itt még dolgok vannak. Például süllyedéses dolgok. Jaj, azt ne! Bokal, vagy milyen süllyedés? Az, persze. Dangerous Wood, nem már hallod. Baszd meg! Ezen nincs snorkel! A kurva élet! Még mindig nincsen, de az előbb se volt. Baszd meg! Baszd meg! Azért mondtam, most a motornak is annyi. Azért mondtam egyébként, hogy azért mondtam, hogy gyere a garázsba többek között, mondom, mert azért egy-két dolgot így ráraktam volna meg. Engine is broken. Yes! Jó. Hát akkor azt ki fogjuk rángatni valamivel. Azt muszáj. Ezt nem mondod komolyan. Gergő, például te a Freestyle-oddal? Igen, csak most csak fogok föl két service per part, de oké, elmegyek oda. Jó. Hol vagy egyébként? Hol, a service hub. Nem, Zoli hol van? Island Lake játjáró előtt, 50 méterre. Yeah. Jó, komolyan? Jó, igen. Az hol volt víz? Igen, szeretjük. Ott van egy nagy, ott van víz. Hát itt van. Ott bőven van víz. Figyelj, az is elég, hogyha átvontatsz a következő helyre. Igen, az is egy jó. Mert ott, itt van egy javítós tréler. Igen. Vagy a javítós trélert visszam oda. Hát az is jó, persze. De előtte át kell húznod.
Tehát arra készülj. Én el tudok oda menni valahogy. Hát hogy ne tudnál? Hát hogyha én eljutottam ide egy ötös póttal, akkor szerintem neked... Jó, figyelj, az a legegyszerűbb neked, nem tudom, hogy mennyire ezért, hogy itt a szigeten átjössz. Ott át tudok menni keresztbe? Hát az nagyon dombos. Nem? Hát jó, csak te féltél ott ezértől a borulástól. Hát akkor inkább a borulási részet próbálok. Jó. Jó. Ati, addig mit csináljak? Frelanger? Ha gondolod igazából, most az a helyzet, az a baj, hogy most igazából ilyen szinten más dolog itt most nincsen. Hogy érted? Itt vagyok a Frelangerbe. Mit csináljak vele? Hoz nekünk benyát. Én hova? Én nem tudok itt tovább menni. Hova hozzak benyát? Rakadtál egy tönkbe. Igen. Tönkre mentél mi? Rönkre mentem bizony. Úgy tűnik. Hova hozzak benyót? Jajajaj. Mert van rajtam egy kicsi. Hát most ugye itt eljátszogatunk itt. Húzi, most egyelőre most már a Pacificet kell menteni a Western Star-ral. Ami már ironikus. Egyre jobb. És miért? Bocsánat. Ráakadt egy tönkre, hát most mit csinálják, mert megeszik, ez nem érdekes. Ja, itt lerakom az árumat, mert minek vigyek árut magammal. Hát azt ne. Így van. És egy pillanat, ezt ledobálom. Itt a keresztezésben lesz két service per part, ne repüldjetek meg. Menjek oda, Ati? Okay. Beszállok a P16-ba. Várj, de nyugodtan, csak mondom a parral is. Beszállt és egyből leakadt, nagyon jó. Mi akadt le? Na, leakadt. Az előbb az a P16-ot megcsinálta mozdítani konkrétan. Aha. Hát nem pedig ez itt jól megy. Jó, hát kérlek, akkor gyere vissza, és húzzuk ki ezt a... Egyébként ez jó, hogyha jössz, mert itt kettőre gyere vissza, légy szíves. Ugyanis itt van az az egy darab, hogy hívják? Medium logos izé. Logos trailer. Kérlek, IB-de mellém fölpakolok rád egy darab longolót. Várj, egy kicsit megpróbálok úgy megfordulni, hogy ne boruljak föl, jó? Oké, okay. Azt értékelem, mert ez jó. Csak figyelj, ez a tönkökre megfogom belül. Hát igen, akad egy-kettő. Ez van lámpád? Ez nagyon jó. Egy nekem van, és be is kapcsoltam igazából. Igen, jövök. Átférek itt a tönkök mellett. Uh-huh. Igen. Egyben mellém kapsz egy készlet longogot. Stop. Oké. Hoppa, ez mit csinál? Nem tudom, de ne glitchelj be nekem, légy színes megint. Jaj, nem tudok tankolni. Hol vagy? Missfield, de mindegy, nem érdekes. Nem érdekes? Eljutok 173 literből az Olihoz. Annyival el fogsz jutni. Csak menj is tovább. Mindegy, egy ágyleléknél bejáratnál van egyből benya. A motort légy szíves kapcsolt ki, jó? Mármint, hogy Zoli. Ki van. Akkor jó. Ki van, úgyhogy azzal nincs probléma. Hát... Nem megkapsz mindjárt 3 darab longlogot, azt majd kérlek, hogy pakold. Annyival könnyebb ez a szerencsétlen trailer. Micsoda? Én közben bejöttem a garázsba, de akkor mindegy. Nem baj, nem érdekes. Nem jó, érdekes, itt nem vagyok. Pakoljam? Nem kell, ne pakolja semmit. Még egy, ne pakolja semmit, még majd mindjárt rádrabok 3 darab longlogot, aztán... Azzal induljak majd meg. Nem. Először együtt ki kell innen jönni, mert nekem azért nem annyira egyszerű egy White Western Star-ral ezt a longlogos trailert itten mahinálni. Jó, addig a Frelangerrel elhozom a benyót. Jó, az egy nagyon jó dolog. Ha az megfelel neked, mint szerviz. Oké, és az teljesen tökéletes. Kiteszem a lábakat, mert ezért nem néz ki jól ez a helyzet jelenleg. Brumma, brumma, brum. Brumma, brumma, brum, brum, brum. És ennek még oldalra, meg előre is világítja, jó. Hátrafel is világít a izője. Nagyon jó. Lámpicskúja.
Hát ez bámulatos, egészen bámulatos. Én meg egyesével talán fel tudom kapni ezeket a dolgokat. Meg kettesével is lehet. Ebből a szögből nehezen. Meg a médiumot egyébként azt igen, de a long az már egy picit így... Múltkor ment. Jó, jó, igen, most is felkaptam egy párat, tehát na, kamera glitch. Igen, Tom, ez egy DLC-s autó. És a másik. A Wrangler. Így van. A neves Wrangler. Én még kikapcsoltam az AVD-t, azért nem haladunk. Jó. Uh-huh. Az jogos. Oh, akkor átugrott hallom. Ja Istenem, hosszú lesz. Hát jó, hát van még időnk, kevés. Egyébként teszem hozzá arra az út, amin én mentem azével a Fleet Star-ral. Mi van vele? Szerintem azzal csak arra lehet és érdemes menni, mert az a baj, nem arra mész, akkor elmerülsz a mocsárba nagyon. Igen. Én azzal azt csináltam, Istenem, de külpontot vagyok. Micsodás vagy? Én is az voltam. Én is az voltam, mert kilógattam a darut, amennyire csak lehet, hogy ne boruljak föl. Erre visszamentem az egyenesbe, és elkezdtem dőlni. Mondom, én is külpontos vagyok nagyon. És mit csinálnak a pontjaik künt? Oda künt. Áztak. Ezt tátogással jelzik. Na. Aha. Akkor a hitboxa ennek a ezének úró toronynak, vagy mi ez? Úró torony? Hát nem tudom már. Nem tudom, hogy te merre mentél, de én itt fönn megyek a oldalt, és itt van egy ilyen, hát nem úró torony, kút, vagy mi lehet ez? Uh-huh. Egyébként ezt jut eszembe, ha a halakról beszélgetünk, azt tudjátok, hogy igazából a kékes tetőre éri meg elmenni horgászni. Ezt tudjátok miért? Hát mert ott van az ország legmagasabb pontja. Ja. Ó, édes. Miért? Borultál? Nem. Az agyam borult. Csak szellemileg, mi? Hát úgy viszont nagyon. Figyelj, és itt érdemes a póttal körbe menni, vagy inkább menjek a tagonyán át? Gute Prage. Figyelj, hát... Hapkájne fakinálunk. Na, érnek a motor az utolt. Ezt a jeepet valaki megtörte azért. Ó, az a jeep az annyi mindenen átment már hallott. Nem volt az... garázsban. De úgy látom, valamint már nem. Hát igen, volt, hogy már nem ment, tehát igen. Vigyelj a Lost Bags-et, nem vigyem oda, ha már itt vagyok mellette. Ne, ha itt, egyelőre menj ki. Jó, hát itt megyek el mellette, basszus. Jó, értem, de attól még egyelőre ne. Egyelőre menj ki engem, ja, és akkor utána. És akkor a Tim házáig legalább nem egyedül mennék, hanem egy cement társaságában. Szerintem, léci, menj meg. Jó, oké. Ha nem, okay, nem, igen, nem bántalak meg nagyon. Megyek. És akkor utána visszamehetsz Timhez. De nem azt akartam csinálni, volt egy másik feladat, aminek neki akartam állni, de... Mindegy, vajon erre tettem én snorkelt? Hát...
Ránézel az autóra, és hogyha van oldalt, akkor igen. Ha van nincs... Mondás, hogy egy pudin próbálja az úszást. Nincs. Akkor ne arra menj, amerre ér, hanem próbálj meg valamelyik oldalt kerülni. Ami... Itt nem erre mentél. Hát meg fogod látni, szerintem, mert benne vagyok a tócsába. Ja. De nem itt a folyóban. Nem, hát nézd meg, hogy hol vagyok én. Mindjárt. Várjál, megnézem, hol vagy. Most kereg át a folyón. Ja, hát ott még bőven jó vagy. Csak ott, igen, ott menjél. Ott. Ott bal, vagy jobb oldali részen egy kicsit. Na majd, hogyha közelembe vagy, és látsz már, akkor szólj, és akkor átpöccenek oda. Vagy bepöccenek oda.